Kedves kollégák, tisztelt hallgatóság, előadásomban egy sajátos forrás a végrendeletek erdélyi kutatás történetének utóbbi 20-25 évének az áttekintésére vállalkozom. Hát elsődlegesen azért, mert ezek a források érdekeltek az utóbbi időben. A végrendeleteket a hagyatéki leltárakkal és osztálylevelekkel együtt a szakma többnyire a társadalomtörténet egyik legjelentékenyebb és legrelevánsabb forráscsoportjaként tartja számon. Elsőrendű gazdaságtörténeti adataik mellett a vizsgált mikroközösség vagy egyén társadalmi státusára, anyagi és művelődési igényeire világítanak rá, egyfajta választ fogalmaznak meg arra vonatkozóan, miszerint a vizsgált vagyoni alap milyen hivatás vagy foglalkozásbeli, kulturális törekvéseket szolgált, milyen társadalmi és interpersonális, elsősorban családi kapcsolatok függvényében alakult, hogyan hatott egy-egy családban az adott korszak uralkodó mentalitása, stílusirányzata vagy éppen divatja, mi az, ami mint egy mérlekként a halállal lezárt életpálya eredményeit összegzi. A közelmúltig viszonylag keveset kutatott forráscsoport a nemzetközi historiográfia utóbbi időben igen megerősödött művelődéstörténeti érdeklődése a New Cultural History jegyében egyre nagyobb mértékben vonja magára a figyelmet. Magyarországon az 1980-as évek második felében megújuló társadalomtörténetírás és történeti etnográfia volt az a kutatási terület, amely fokozott érdeklődést mutatott a végrendelet, mint az öröklési és temetkezési szokások, a mindennapi élet, a tárgyi kultúra kutatásának addig is ismert, de kevéssé használt forrástípusa iránt. Igaz, Enz Géza már az 1950-es években felhívta a művészettörténészek figyelmét a végrendeletekre, mint olyan forráscsoportra, amely talán a legteljesebben és legváltozatosabban világítja meg a magyar középkori társadalomnak a művészettel való kapcsolatát. Már a korai idők végrendeletei értékes adatokat szolgáltatnak az építkezésekről és iparművészeti tárgyakról, ötvösség, egyházi ruhák, melyek így módon az egykori művészet életébe engednek közvetlen bepillantást. A végrendeletek művészeti tanúsága igazán a késő középkorban és a kora újkorban válik értékessé. Ekkor ugyanis nem csak felsorolást, hanem részletekbe menő felvilágosítást kapunk a művészeti tárgyak vagy műemlékek létrejöttére, netán változásaira nézve. Sajnos Enz ilyen jellegű kutatása a közelmúltig nem igazán talált követőkre. Mielőtt az erdélyi testamentumkutatás helyzetét bemutatnám, röviden vázolnám a nyugati, közép-európai végrendeletelemzések tendenciáit, ezekhez a kutatási, elemzési módszerekhez és irányzatokhoz viszonyítva majd az erdélyi körképet. A testamentumnak, mint történeti forrásnak a kétarcúságát korán felismerte a kutatást. Egyrészt számtalan olyan információt hordoz, amely alkalmassá teszi a kvantitatív elemzésre. Ez felkeltette azoknak a kutatóknak a kíváncsiságát, akik a végrendelkezők döntéseinek megszámlálásából mentalitástörténeti következtetéseket próbáltak levonni. A végintézkedéseket tömegesen előforduló attitűdök lenyomatainak tekintették. Az ő számukra tehát az a tény, hogy a testamentum nagy számban fennmaradt és természeténél fogva egységesített nyelvi paneleket és adatokat is tartalmazó forrás biztosította a statisztikai vizsgálat feltételeit. Mások olvasatában a végakarat az élettörténet narratívája. A végső számadás lehetőséget ad az örökhagyónak az összegzésre, személyes kapcsolatai értékelésére, sikereinek és kudarcainak elbeszélésére és a vagyonára vonatkozó döntéseinek indoklására. A kvalitatív elemzést előtérbe helyező kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a testamentum csupán szándéknyilatkozat, amely csak akkor értelmezhető, ha a lehető legtöbb információt feltárják az előzményekről és a következményekről, azaz alapos mikrotörténeti esettanulmányt készítenek.
A fejlett írásbeliséggel rendelkező közép- és nyugat-európai régióban a végrendeletek olyan kutatási tömeget kínálnak a kutatóknak, amelyek kvalitatív és kvantitatív elemzésre egyaránt lehetőséget nyújtanak. A kvantitatív végrendeletelemzések történetírói divatot teremtettek az 1960-70-es évektől kezdődően. Az angol, francia, olasz és német nyelvterületen ekkor már bőségesen rendelkezésre álló publikált források erre lehetőséget is nyújtottak. Ehhez még az is hozzájárult, hogy az anyagi kultúra és a hétköznapi élet kérdéseivel foglalkozó társadalomtörténészek felismerték e forrástípus tömegességének előnyeit. Így például az angol és francia történészek, akikhez aztán az amerikaiak is csatlakoztak, a testamentumok segítségével nyomon követhető adakozási szokásokban bekövetkező változásokat, illetve a vallási attitűdök a halálhoz tapadó mentalitás megváltozásának hosszú időtartamát vizsgálták. Szerzőik kvantitatív módszerek alkalmazásával próbálták felrajzolni a végrendeletekből kiolvasható legfontosabb mentalitástörténeti tendenciákat annak érdekében, hogy a koraújkori Anglia és Franciaország, illetve egyes középkori itáliai városok társadalmára vonatkozó kérdésekre választ kapjanak. A kvantitatív módszerekre építő vizsgálat módszertani szempontjait kétségkívül befolyásolta a korban népszerűvé váló szeriális megközelítés, amely oly sok lelkes követőre talált a társadalomtörténészek körében, hogy már kvantitatív forradalomról beszéltek a szakemberek. A kvantitatív módszert ellenzők szerint a statisztikai eljárás legfőbb fogyatékossága, hogy például az adakozási tendenciák leírásakor nem lehet mérni a független háttérváltozók hatását. Vagyis vizsgálatukból nem derült ki az, hogy a végrendelkező vagyona, műveltsége, neme, kora és kiskorú gyermekeinek száma hogyan befolyásolta például a kegyes adományozást. Következésképpen ezek a kutatók nem reflektáltak eléggé a kvantitatív elemzés korlátozott érvényességére. E módszer árnyaltabb, tehát pontosabb eredményeket produkáló mi volta ellenére, itt már a kvalitatív elemzésre gondolok, a testamentumkutatás historiográfiai áttekintése azt mutatja, hogy jóval kevesebb kvalitatív vizsgálatra került sor, mint statisztikai elemzésre. Továbbá mindkét régió nyugat- és közép-európai kutatásaira jellemző, hogy kronológiai szempontból a késő középkori és koraújkori forrásanyagra összpontosítottak, tematikai szempontból pedig a mindennapi élet, az életmód, az anyagi kultúra és a vallásos élet történetének szenteltek egyre nagyobb figyelmet. A magyar nyelvterület testamentum vizsgálatához fűződő első észrevételünk, hogy a végrendeletek elemzését a külföldi példákhoz hasonlóan itthon is megelőzték a forráskiadványok, amelyek a 19. század utolsó évtizedeitől kezdve láttak napvilágot. Az ígéretes kezdetet megszakította a II. Világháború, s még inkább az utána bekövetkező politikai berendezkedés, amelynek következtében a történészek figyelme fokozottan a korábban névtelenségre kárhoztatott történeti szereplők felé fordult, s ezt a jelenséget a közlésre kiválasztott végakaratok is tükrözték. Az 1989 után megújuló erdélyi magyar történetírás, csatlakozva az anyaországbeli tendenciákhoz, de egyúttal a korábbi hagyományokhoz is, a végakaratok kiadását helyezte előtérbe. Erdélyi testamentumok címmel sorozat indult útjára, azzal az ambiciózus céllal, hogy a fejedelemségkori erdélyi végrendeleteket csoportosítva, elsődlegesen a testállók társadalmi rétegződését véve figyelembe kiadják. A 2003 óta 5 kötetet produkáló sorozat koraújkori magyar nyelvű végrendeletek kiadására vállalkozott. A 16. század második felében és a 17. században írt erdélyi testamentumok döntő többsége magyar nyelvű, ami azt jelzi, hogy a magyar írásbeliség az önálló erdélyi fejedelemség korában széleskörű gyakorlattá vált. Ahogyan az eddig megjelent
kötetek is tanúsítják. A több kötetesre tervezett sorozat magába foglalja Erdély különböző társadalmi rendű végrendelkezőinek testamentumait. Az első kötet hadviselőszékelyek végrendeleteit, a második, harmadik, negyedik kötet erdélyi nemesek és főemberek végrendeleteit, míg az ötödik kötet marosvásárhelyi polgári végrendeleteket tartalmaz. Kronológiai szempontból a 16. század közepe és a 18. század eleje közötti végrendeletek kerültek közlésre, számarányokat tekintve a nemesi és főemberek testamentumai vannak a legmagasabban képviselve, ezt követi a székelyeké és a polgároké. Az első négy kötet anyagát Tüdöses Kinga válogatta, és ugyanő jegyzi a bevezető tanulmányt, az egyes testállókról készített adattárat, valamint a jegyzetek összeállítása is az ő nevéhez fűződik, az utolsó kötetet pedig Rüszfogaras Jenikő rendezte sajtó alá. A sorozat szerkesztő legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült a fejedelemség korában írt testamentumok teljes feltérképezése és összegyűjtése, mint ahogyan azt az első kötet bevezetőjében leírták. Helyesebb, ha úgy fogalmazunk, hogy a kötetek az okiratok gyűjtésének eredményeként csupán részbeni betekintést nyújtanak a 16-17. Századi végrendeletek gazdag világába. Az otkakutatás keretében megvalósult első kötetek hiányosságaira már rámutatott a szakma. A magam részéről talán még azzal egészíteném ki, hogy indokoltabb lett volna magasabb számban szerepelniük a kiadatlan testamentumoknak. További koraújkori erdélyi végrendeletek regeszták formájában való közlését találjuk meg az Erdély Múzeum Egyesület Kutatóintézete munkatársainak forráskiadásaiban. Itt elsődlegesen az erdélyi királyi könyvek, a gyulafehérvári káptalan, a kolozsmonostori konvent és a Vas család levéltári anyagának Fejér Tamás, Bogdándi Zsolt, Szász Anikó, Gálfi Emőke és Vég Kovács András általi közléseire gondolok. Egy, az intézményi struktúrák és elit a szilágyságban projektvezető Vékovács András című kutatási projekt keretében, amelynek megvalósítását a Veselényi család levéltárának feltárásával érték el, végrendeletek feldolgozása is megtörtént. A forrásközléseket a hosszabb, rövidebb terjedelmű, bevezető tanulmányoktól kísért végrendelet közlések egészítették ki. Ilyen formában közölte Jó Tamás marosvécsi várnagy végrendeletét Lidia Grossz, Végedi Imre tordai főesperes 1541. évi végrendeletét Vekov Károly, és a történetíróként jobban ismert Nagyszabó Péter végrendeletét Rüszfogaras Jenikő. A forráskiadványokhoz képest az erdélyi végrendelet feldolgozások köre némiképp szűkösebb, bár az elmúlt években több kiváló elemzés készült. Mindenekelőtt Kovács Kisgyöngynek a Kolozsvár város levéltárában fennmaradt végrendeletekről 2004-ben és 2005-ben jegyzett írásait emelném ki. Amikor a kolozsvári osztobírák és működésük során keletkezett osztályleveleket számba vette, a kolozsvári örökösödéssel összefüggő valamennyi a város levéltárában őrzött más iratfajtáról, így a végrendeletekről is nyilvántartást készített. Vizsgálódásaiban kizárólag a kolozsváriak végrendeleteit, illetve a város levéltárában őrzött végrendeleteket vizsgálta, ezzel összefüggésben is elsődlegesen a következő kérdések érdekelték. Mikor, milyen céllal készítettek végrendeletet a kolozsvári polgárok? Miért, milyen módon kerültek a város levéltárába? Járulékosan milyen más iratokkal gyarapították a városi levéltárat? Másodlagos célja a városi levéltárban őrzött végrendeletek feltárása a további kutatások számára, mert jelenleg ezek használata a szokott módon nem lehetséges. Biztonsági mikrofilmezés miatt nincsenek a helyükön, a mikrofilmek pedig még nem jelentek meg a kutatóterem nyilvántartásában. Ezért hosszabb ideje ez a levéltári anyag nem kutatható. A testamentumok elemzésének egy sajátságos csoportját az erdélyi koraújkori polgárság örökösödési mechanizmusát feltáró elemző tanulmányok alkotják. A 19. századi hagyományokhoz visszanyúló elemzéseket, amikor elsődlegesen jogtörténeti szempontok alapján vették górcső alá a testamentumokat, ezúttal Kovács Kisgyöngy kolozsvári kutatásai és Rüszfogarasi Enikő besztercei marosvásárhelyi és a székelyekről szóló írásai
egészítik ki. Magam is elemeztem ezt a sajátságos forráscsoportot jogtörténeti szempontból, amikor a végrendelkezés késő középkori, illetve koraújkori jogi kellékeinek szükségességére világítottam rá. Innen már csak egy lépés volt az alfabetizáció irányába. A végrendeletek és írásbeliség kapcsolatára már korábban is felfigyelt a szakma. Erdélyi viszonylatban Pap Kinga irodalomtörténész az, aki az erdélyi írásbeliség 17-18. Századi alakulását szemlélte a kálnoki család tagjainak levelezésén, így a család tagjai által írt végrendeleteken keresztül is. Magam a szóbeliség és írásbeliség kapcsolatát vizsgáltam, késő középkori zömmel a 16. század első felében, közepetáján keletkezett polgári végrendeletek keretében. A testamentumok kvalitatív elemzésére többen is kísérletet tettek. Carmen Floria a végrendeletek információit használta fel a késő középkori 15-16. Századi erdélyi szent kultusz jellegzetes vonásainak a feltárásához, míg Mária Kröcsún ugyanezeket a forrásokat a nőknek, ezen belül is elsődlegesen az özvegyeknek a késő középkori erdélyi városokban a munkaerőpiacon betöltött szerepének a jelentőségére irányítva a figyelmet. Ezzel lényegében a Szende Katalin által alkalmazott elemzési módszert ültette át erdélyi környezetbe. Magam több alkalommal is feszegettem a kegyes adományok és testamentumok kérdését úgy polgári, mint nemesi késő-középkori végrendeleteket véve alapul. A vallásosságot, vallásos érzékenységet többek között a testamentumokban előírt, a végrendelkező lelki üdvéért rendelt miséken vagy más kegyes szolgáltatásokon keresztül elemeztem. Fontosnak tartottam kiemelni, hogy mikor, hogyan és milyen változások következtek be a testálók adakozási szokásaiban. A 16. századi mentalitástörténeti változások például jól mutatják, hogy a testálók számára a korábbinál jóval fontosabbá vált a halál utáni élet megtervezése. Nagyobb hangsúlyt fektettek annak előírására, hogyan sáfálkodjanak az örökösök a rájuk hagyott javakkal. Szerencsés módon az utóbbi másfél évtizedben több olyan elemző tanulmány is született, amely az 1950-es években az Encz Géza által jelzett kutatási irányt felkarolta. A fiatal művészettörténészek egyre gyakrabban és bátrabban nyúlnak ehhez a forráshoz. Gondolok itt elsősorban Ciprián Firjának a késő-középkori egyházi és világi mecénások művészetpártoló szerepének, kegyes adományok és végrendeleteik elemzése alapján történő feltárására, vagy akár Kovács Zsolt kollégámnak a Kornis család 18. századi reprezentációs igényeinek hasonló típusú források felhasználásával készült elemzésére. A végrendeletek kutatásának és hasznosításának még van egy területe, amely az erdélyi történeti kutatásban megjelenik, ez pedig az anyagi kultúrájé. Magam PhD disszertációm, valamint számos más tanulmány keretében elemeztem a középkori és koraújkori nemesi és polgári testamentumok tárgytörténeti tanúságait. Elsődlegesen a mindennapi élettel kapcsolatos adatok érdekeltek, viselek, ékszerek, textiliák, butorok, fegyverek, munkaeszközök. Egyrészt a különböző társadalmi rétegek testamentumainak elemzése lehetőséget nyújtott az összehasonlításra, másfelől tágabb kronológiai határok lehetővé tették például a viselet megváltozásának hosszú időtartamú vizsgálatát. És következtetésként pár mondat. A munkák nagyjából egyenletesen oszlanak meg, kb. Fele elemző tanulmány, a fennmaradó részt pedig a forrásközlése képviselik, hosszabb, rövidebb terjedelmű bevezető tanulmányoktól kísérve. A közzétett, illetve elemzett források nagyobb hányada koraújkori, míg származásukat tekintve a nemesi végrendeletek jóval nagyobb számban vannak jelen, mint a polgári, vagy az alig kutatott falusi végrendeletek. Ez utóbbiak feldolgozásának ritka példája Deák Ferencnek a Csernátóni végrendelkezésről írt munkája. A forráskiadvány
Elnézést, a forráskiadványok korlátozott száma még nem nyújt lehetőséget olyan különböző földrajzi területekről származó végintézkedések összehasonlító elemzésére, mint amilyenre Nyugat-Magyarország és a Felvidék városainak polgári végrendeletei révén Szende Katalinnak köszönhetően sor került. A helyi viszonyokat figyelembe véve úgy gondolom, hogy a kvantitatív elemzés helyett sokkal járhatóbb út lenne a kvalitatív elemzés, a testamentumok narratív forrásként való felhasználása, egyedi jelenségként való elemzése. Köszönöm, és elnézést a túllépésért.